3000 forintba kerül a terménycsomag. Baranyi Béla vezetésével megalakult a román önkormányzat. Kétnyári virágokat és fákat ültetnek. Köszöntöm a 60 televízió nézőit, a híradót látják, október 15-én kedden este, mondom a részleteket. A 60-i önkormányzat ismét kedvezményes burgonya, alma és hagymavásárt szervez. Az akciót idén október 19-én szombaton 8 órától a készlet erejéig tartják, majd kettő helyszínen, a Közgé udvarán és a Sportcsarnok parkolójában van a két helyszín. A város több mint 10 éve szervez kedvezményes burgonya, alma, hagymavásárt a 60-iak számára. A csomagban 15 kg burgonya, 10 kg alma és 3 kg vörös hagyma van. Ennek ára, ha boltban vesszük meg, 13.700 forint. Azonban a 60-iak október 19-én 3.000 forintért vásárolhatják meg. A kedvezmény feltétele, hogy az önkormányzat felé lejárt határidejű tartozás ne legyen. Szombaton az U60-iak a Sportcsarnok parkolójában, az U60-iak a Széchenyi István Római Katolikus Középiskolában vásárolhatnak. Amikor arról beszélünk, hogy kedvezményes terményvásár, akkor arról beszélünk, hogy segítjük a 60-iakat, hiszen itt arról van szó, hogy a nyugdíjasok és a kisgyermekes családok juthatnak hozzá ehhez a terményhez, és azt gondolom, hogy ez egy óriási segítség lehet a mindennapokban, és ezt szeretnénk folytatni a jövőben, így idén is megtartjuk ezt az akciót. Kedvezményesen vásárolhatnak a 60-i állandó lakhellyel rendelkezők, akik az önkormányzat vagy a járási hivatal által megállapított szociális ellátásban részesülnek, a nyugdíjasok, valamint a 18 év alatti gyermeket nevelők. Utóbbi esetben annyi csomagot vásárolhatnak, amennyi gyermekük van. A szervezők arra kérnek mindenkit, hogy a lakcímkártyát, személyi igazolványt a nyugdíjfolyósító igazgatóság által az ellátásra vonatkozó 2024. januárjában kiküldött eredeti értesítőt vigyék magukkal. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetése is letette az esküt. Ezzel megalakult a testületük és megkezdték a munkát. Vezetőjüknek a harmadik ciklusát kezdő Baranyi Bélát választották meg. Nyáron az önkormányzati választásokkal egy időben tartották meg a Roma Nemzetiségi Önkormányzati Választásokat is. A 60-iak elsöprő többségben döntöttek Baranyi Béla, Baranyi Krisztián, ifjabb Baranyi Béla, Baranyi Katalin, Baranyi Klaudia mellett, így ők alkotják az új testületet. Október 14-én le is tették az esküt. Roma Nemzetiségi Közösség tagja. Esküszöm. Hogy képviselői tisztségem ellátása során, nemzetiségi közösségemhez hű leszek. Ezt követően a testület elnökének Baranyi Bélát, elnökhelyettesének pedig Baranyi Krisztiánt választották meg. Elfogadták az SMS-t is, így megkezdődhetett a munka. Az elnök, aki már ezzel a harmadik ciklusát kezdi meg, azt mondta, a jövőben is tovább folytatják azt a munkát, amit korábban megtapasztalhattak a 60-iak. Gyerekeket ugye kirándultatni, ugye múzeumlátogatás, adományosztások, olyan kulturális programok a bemutatása, ami a cigányságot ugye kiemeli, bemutatni ugye a városban élő tehetséges romákat a 60-iaknak. A 60-i roma önkormányzat továbbra is nagy hangsúlyt fektet majd a különböző segítő akciókra, a fiatalok támogatására, valamint a roma hagyományok és kultúra megőrzésére és népszerűsítésére. A napokban folyamatos a munka, a városban több ponton is virágokat telepítenek, valamint fákat és cserjéket is ültetnek, majd árvácskát, ne felejtsed, százszor szépet, sárga violát és tulipánt helyeznek majd ki. Éppen a városháza melletti sétányon ültetik a virágokat. Folyamatos a munka, a napokban elsősorban kétnyári virágokat telepítenek a város több pontján. Új-60-ban a templom körül, a belvárosban a postánál, a Grassalkovics úton és a Disznél már végeztek a munkálatokkal. Most haladnak tovább, hogy minél több helyen boruljon virágból a város. Először az egynyári virágokat távolították el, majd előkészítették az ágyásokat, most pedig az ültetés folyamata zajlik.
ide tartozik, amiket ültetünk, az árvácska, a sárga viola, a nefelejts és a százszor szépek. Ezek főleg a színükkel díszítenek. Az árvácska már ősszel is virágzik nagy mennyiségben, míg a többi elmondott növény elkezdi a virágzást, de főleg tavasszal virágzik és díszít, mindaddig, amíg az egynyári virágok kiültetésre kerülnek. Az is hívják ezeket a kétnyáriakat kétnyáriaknak, mert ősszel és tavasszal díszítenek, utána elvirágoznak, magot érlelnek és elpusztulnak. Tehát ezt tovább nevelni, megtartani a nyári ágyásokban már nem lehet. Az őszi munkák során már több fát és cserjét is ültettek, ezek javarészt pótlások voltak. A következő napokban újabb fákat is telepítenek, éppen a közösségi költségvetés során megszavazott ötlet és fejlesztési terv alapján. Ezeket a Tabánóti játszótérre, illetve az óhatvani temetőben ültetik el. Utóbbi helyen egy új fasort hoznak létre, méghozzá díszcseresznyéből. A hatvani vadaspark október 26-án este 5 órától átváltozik egy igazi Halloween világgá, ahol a gyerekeket, valamint a felnőtteket is varázslatos programokkal várják majd. A rendezvényen a tökfaragásé lesz a főszerep, azonban jelmezversenyt is tartanak majd, és díjazzák azokat a látogatókat, akik a legrémisztőbb áruhában érkeznek majd az eseményre. Október 29-én este 5 órától folytatódik a Herba Est az Ady Endre könyvtárban a gyógyteák kóstolásával egybekötött ismeretterjesztő előadást Báti Dobos Szilvia természetgyógyász, fitoterapeuta tartja majd. Az eseményen a légzőszervi megbetegedések kezeléséről tudhatunk meg többet majd az érdeklődőkkel együtt. Szerdán az ország keleti észak-keleti felén napos idő várható, nyugaton több felhő lehet az égen, nem csapadékot sem lesz. Napközben 13 és 18 fok közé süllyed majd a hőmérséklet. Csütörtökön keleten, észak-keleten napos lesz az idő, még nyugaton változóan erősen felhős lesz, 13-tól 20 fokig terjedhet majd a levegő. Pénteken ragyogó napsütésre számíthatunk, több felhő a Dunántúl nyugati részén lehet, csapadék azonban nem lesz. Délután 13 és 19 fok között lesz a hőmérséklet. Kedves nézőink, ezek voltak a legfrissebb híreink október 15-én kedden. A mesepercekben a 3 nyúl című meséjét hallgathatják meg a gyerekek. Ezt követően pedig a kommentárban Horváth Richárd polgármesterrel beszélgetek az új képviselőtestület alakulásáról. A hatvanikumban pedig Mátyási Gábor festőművészt ismerhetik meg jobban, adásainkat pedig visszanézhetik a 60 TV YouTube csatornáján és a Facebook oldalán, híreinket pedig megtalálják a 60hírlap.hu weboldalunkon. Ha tehetik, maradjanak velünk a továbbiakban is, legközelebb friss híradóval holnap este várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszontlátásra, további szép estét kívánok!